Fabrizio Romano a világ legismertebb sportújságírója. Előbb jelenti be az üzleteket, mint az érintett klubok, és mindenki az ő híreit várja. A neve összeforrt az átigazolásokkal, de van egy sötét oldala, amiről senki sem beszél. Így dönt Fabrizio Romano sorsokról és eurómilliókról mindössze néhány szavával. Here we go. Az újságíró 18 évesen robbant be az olasz médiába, miután elsőként számolt be Mauro Icardi Sampdoriától az Interhez való szerződéséről, azóta pedig egy új szintre emelte a labdarúgással kapcsolatos híreket. Ma már több mint 50 millióan követik a közösségi média felületeken Fabriziót, de nem mindenki néz rá jó szemmel. Az átigazolási ablakban napi 18 órát tölt a telefonján, így nem lehet azzal vádolni, hogy ne dolgozna keményen, de két problémát észre lehet vele kapcsolatban venni. Először a forrásaival kapcsolatos gondokról lesz szó, majd ezek után térek rá arra, hogy hogyan is manipulálja az átigazolási piacot egyetlen ember. A legtöbb hírt az olasz a Twitteren, vagy X-en jelenti be, ahol sokszor a kommentek között csalónak, vagy éppen tolvajnak bélyegzik. Nem csak az átlagos felhasználókról van szó, többször keveredett már bajba Fabrizio az újságíró kollégáinál is. Többek közt a holland Telegraph is számon kérte őt korábban, de a londoni futball benfentes Chris Wheatley is keményen beleállt, miután egy írás alatt odaszúrtak neki, hogy úgysem olvassa senki a munkáját. Majd valaki más biztos, hogy elfogja, aztán majd a saját nevével adja el. Válaszolta Wheatley utalva ezzel Fabrizio Romanóra, ami az első probléma vele kapcsolatban. Lopja az információit. Így lehet összefoglalni röviden, de a helyzet persze nem ilyen egyszerű. Az nyilvánvaló, hogy elképesztő kapcsolati hálóval rendelkezik, és rengeteg belsős információhoz jut saját maga, de az egész világot nem fogja tudni egyetlen ember lefedni. Ez nem is reális elvárás vele szemben, de akkor mi ezzel a baj? Nos, az, hogy Fabrizio, amit nem tud lefedni, azt összegyűjti más újságíróktól, és újra csomagolja lényegében. Hozzáadja a saját szokásos szövegét, a hírvigót, posztol egy szép grafikát mellé, és kész a hír, kész az üzlet. Fontos megemlíteni, hogy ha másoktól vesz át információt, akkor általában megjelöli a forrást, de ez szinte egyáltalán nem jut el a közönséghez. A piacot teljesen kisajátította egymaga, a neve összenőtt az átigazolásokkal, emiatt általában ő aratja le a babérokat, ami a rajongók számára a kisebbik baj. A szurkolóknak tök mindegy, hogy hogyan és honnan szerezte a hírt, mi annak örülünk, hogy egy embert kell csak követni, a nagyobbik problémáról viszont maga az újságíró tett említést. Yeah, this is something new, honestly, because till like 2-3 years ago it was almost impossible. Then I think Instagram changed the game in that. Because, for example, on Twitter, a couple of years ago, it was impossible to get in touch with players. It was not that kind of platform. It's an excellent platform, but it was completely different approach with people on the platform. Now with Instagram, it's easier. So a lot of players are directly testing, or I'm testing them too sometimes, to ask information, or sometimes they tell me, please can you say something about me because I want to leave the club. So... És az utolsó a kulcsmondat. A játékosok arra kérnek, hogy írjak valamit, hogy eligazolhassanak. Itt ugyan egy nevetéssel elintézik az egészet, de ez óriási veszélyt rejt magában. Fabrizio Romanónak ugyanis túl nagy ereje van. Ő maga is elmondja a podcastben, hogy az ilyen helyzetek neki is újak, éppen ezért félhetnek a klubok is. Egyre többször lehet olyan híreket olvasni, hogy valaki tüntetésképpen nem edz, mert el akarja adatni magát máshova, de ezt a klubja nem teszi meg. Az ilyen szituációkat általában sajtóhírek szülik, mert a játékos fülébe jutott valami olyan pletyka, ami kifejezetten tetszik neki. Ha valakiről Fabrizio ír, azt biztos, hogy a játékos is látni fogja. Különösen akkor, ha például egy top csapat érdeklődik iránta, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Enzo Fernández esetében például komoly szerepe volt az olasznak, ugyanis a játékos fejébe teljesen belemászott a Chelsea az ő hírein keresztül. Fernández már látta magát a londoni kékeknél, a Chelsea pedig pontosan ezt szerette volna elérni a hírekkel, hiszen így a játékos kierőszakolhatott volna egy transfert, amivel a Benfica bevétele euró 10 milliókkal csökkenhetett volna. Végül nem vesztette el teljesen a fejét Fernández, és a kivásárlási záradék árát kellett fizetni a londoni, de João Félix már egyen messzebb ment. A portugál egyenesen megkérte Fabriziót, hogy beszéljen a barcelonai álmáról, és emiatt valósulhatott meg az ő transfere. It's really important to mention that João Félix in a direct conversation I just had a few minutes ago told me I want to go
to Barcelona. Erre persze már a katalánok is felkapták a fejüket, de mindenképp érdekes volt látni, hogy az üzlet gyökere egy újságíró volt, nem pedig a játékos ügynöke. Fabrizio Romano nem csak a követőihez juttat el információkat tehát, hanem a játékosokhoz is, akik ezt kihasználva lépéselőnybe kerülnek. Az újságírókon keresztül ráadásul a klubjuk akarata nélkül fejezhetik ki a szándékaikat, amire már több példa is volt, az imént említett Félix, vagy éppen Cristiano Ronaldo esetében is. Mit lehet ebből az egészből levonni? Fabrizio Romano személye egy olyan jelenség, amit soha nem láttunk a labdarúgásban. A megbízhatósága miatt olyan ereje van az átigazolási piacon, aminek a határait még ő maga sem ismeri igazán, de az első jelek kezdenek világossá válni, hogy ez bizony játékosként komoly fegyver lehet. Az olasz egy új korszakot indíthat el a transferek világában, ahol a játékosok ereje meg sokszorozódik rajta keresztül, és ő lehet a futballvilág egyik legbefolyásosabb embere. Köszönöm, hogy végignézted a videót, te hogyan látod a helyzetet? Valóban egy új időszámítás veszi kezdetét, ahol a játékosok erősebbek, mint a klubok?